Gondolom már mindannyiótokkal előfordult, hogy rágerjedtetek valamilyen cuki kis üzi állatkára, mondjuk egy szép megtermett nyálkás nagyszájú halacskára, vagy egy büffett meleg békára. Nem? Na hát, akkor majd talán a vízérintése után. Sziasztok, kedves nézőim! Gondolom már rájöttetek a bevezetőből, hogy miről is van itt szó. Néhány napja megint a Pólus mozi felé vettem az utamat, és megnéztem Guillermo del Toro Oscar esélyes romantikus fantasyét, a vízérintését. Hát meg kell hagyni, hogy annyira azért nem fogunk benedvesedni, mint a film főszereplői, viszont azt mindenképpen ki kell, hogy emeljem, hogy a Valentin napra időzített 50 árnyalatos, fantasztikus, remek műnél bizony százszor több érzelem kiváltására és átadására volt képes. Na de lássuk is! A mexikói direktor tényleg egy óriási gyermeklelkű mackó, aki képes még 50 felett is romantikus mesékkel lenyűgözni a világot, amit úgy csomagol be és úgy tüzdel meg mondani valóval, hogy még a Filmakadémia aranyszobrocskáira is esélyes alkotás születik végeredményül. Del Toro szerint a 60-as évek tökéletes tükörképe jelenünknek, mikor tombolt a szexizmus és a rasszizmus, ami sajnos még napjainkban is jelen van. A múltba helyezve a történetet sokkal jobban tudta érvényesíteni a mondani valót, és egy korhű fantasyt álmodott meg, ami látva a végeredményt 100%-osan sikerült. A színészek munkájára egy Oscar esélyes alkotás esetében egy szavunk sem lehet, pontosabban rosszabbunk, mert Sally Hawkins bámulatosan hozza a néma kacsa szerepét, és ha ezzel a hasonlattal nézzük, akkor a kacsa plusz vízilény kombináció már nem is olyan gáz. Na de Hawkins tényleg lenyűgöző, ahogy félénknek, törékenynek mutatja magát, miközben egy percig sem tétovázik, mikor cselekedni kell, ahogy az sem utolsó, hogy érzelmeket táplál egy ismeretlen lény iránt, köztük szexuális vágyakat is beteljesítve. Az életével zsákutcába jutó, meleg szívű szomszéd művész és egyben barátot alakító Richard Jenkins szintúgy hibátlan alakítást hoz, de Michael Shannon a gonosz szerepében megint csak tündököl, ragyogása pedig majdhogy nem elnyomja a többiek fényét. Octavia Spencer tökéletesebben nem hozhatná fekete barátnőt, akire mindig lehet számítani, de számomra nem volt mellékszereplői szobrocskát érő a játéka. A lényt alakító Doug Jones-t és a beépült orosz kémet, valamint a hivatása iránt elkötelezett Dokit, azaz Michael Stuhlbergöt szintúgy nem hagyhatjuk említést nélkül, velük együtt tökéletes és hibátlan a stáblista. A rendező csodás 60-as évekbeli fantasy látomását pedig a díszlettervezők és a kosztümökért felelős személyek mesterien támasztják alá, ezzel téve tökéletesen átélhetővé és hitelessé, amit Dan Lustson operatőri munkája koronáz meg. Az események és az atmoszféra komorságot áraszt, elgyötörséget, küzdelmes hétköznapokat sugall, a képek pedig ezt profizmussal tolmácsolják. Az egészet pedig a zene teszi még fantasztikusabbá, ettől lesz a vízérintése tökéletes mese. A francia származású Alexander Desplat már jó párszor bizonyított, a Királybeszéde, Argo akció, a Királynő csak néhány ismert alkotás munkái közül. Szóval technikailag hibátlan a mozi, mégis valahogy azt éreztem, hogy egyes elemek csak bele lettek erőltetve, és itt nem a musicales kitérőre gondolok főként. Rengeteg részlet kibontatlanul marad, elfelejtődik, ráva hagyva a nézőre, ami egy fantasy esetében mondjuk jó húzás, dolgozzon a nézői fantázia is. Az oroszok paranoid jelenléte, a férfiak világában élő nők mindennapjai, a fehér-fekete ellentét, a kormány és a hadsereg dominanciája, na és persze a nemi identitásokkal, szexuális orientációkkal való játszadozás. Talán kicsit sok magvas gondolatot és hátsó mondani valót pakolt a műbe Del Toro, végeredményben az egész film a másságról és annak megértéséről szól. Mindegy, hogy milyen nemű, bőrszínű fajú az, akibe beleszeretünk, a lényeg, hogy a szerelem nem ismer határokat. Nem kellenek szavak ahhoz, hogy az érzéseinket kimutassuk és megértse a másik, a szerelemnek egyetemes nyelve van, és talán ez a legfőbb mondani valója a vízérintésének. Sajnálatos, hogy a film utóéletébe belerondítottak a plágiumvádak, hiszen itt egy korábban már létező színdarabbal meghökkentő egyezéseket mutat, ráadásul a vádaknak még akár alapja is lehet, ez pedig beárnyékolhatja az Oscar gálás szereplést. Engem kellemesen szórakoztatott a mű, de nem adott annyit, mint más jelölt alkotások, így nálam nem favorit. Az értékelésemet valahol 7 környékére lőném be egy 10-es skálán. Köszönöm a figyelmeteket, hamarosan újra találkozunk, sziasztok!